Sziasztok, Császár Szabolcs vagyok, és rögtön egy olyan kérdéssel kezdeném, hogy volt-e már olyan nektek, hogy egyetlen egy objektívvel megoldottatok egy komplex feladatot, anélkül, hogy kompromisszumot hoztatok volna. Az a helyzet, hogy a Sigma valami ilyesmi objektívet alkotott meg, ugyanis a kezemben az új 28-105 mm f2.8 DGDN Art full frame-es objektívüket tartom, ami egy óriási meglepetés és nagy örömhír, szerintem egyébként kifejezetten a videókészítők számára, de fotó is nagyon meggyőző, úgyhogy lássuk is, mivel van dolgunk. Mindenki azt gondolná, hogy ilyen jó átfogással és fényerővel biztos hatalmas a mérete és a súlya, de ami azt illeti, egyáltalán nem vészes a tudásához képest. Egészen konkrétan 990 g-ról beszélünk, ami baromi jónak mondható, hogyha például megnézzük, hogy a Sigma új 24-72-8-asa is 735 g-ot nyom, pedig annál azért jóval nagyobb. Méretre is egyébként egy 24-70-hez van közelebb, amíg legalábbis 28 mm-en maradunk, ha viszont elkezdünk zoomolni, akkor gyorsan megnő a mérete, és 105 mm-nél majdnem eléri a 70-200-as hosszúságát, hiszen nem belső zoomról beszélünk, mint a 70-200-as esetében. Az objektív felépítése Sigmához hűen prémium minőségű, mind a három gyűrű nagyon precízen és finoman állítható. Mondhatni a szokásos kapcsolókkal és gombokkal van ellátva, hiszen talál rajta egy AF-MF kapcsolót, van két kapcsolónk a rekeszgyűrű állítására, az egyikkel a gyűrű tekerésének folyamatosságát, a másikkal a gyűrű lokkolását szabályozhatjuk, valamint van egy lock kapcsolónk is, ami 28 mm-en zárolja a zoom gyűrűt, hogy nem ásszon el cipelés közben, és ami pontosan úgy működik, mint a 24-70-esnél, hogy egy erősebb zoomolással ki tudjuk kattintani a lock állapotból, ha nagyon gyorsan kellene reagálni egy eseményre. Szerintem egyébként ez a legjobb megoldása a lock funkcióknak. A kapcsolókon kívül természetesen két funkciógombunk is van, ami szabadon programozható a gépváz menüjében. Az objektív szűrő átmérője 82 mm-es, amihez szintén bekattanós módszerrel tud csatlakozni a szirom alakú napellenző. Illetve ami a bajonetteket illeti, egyelőre Sony E és Leica L bajonetben fogjuk tudni őket megvásárolni. Térjünk is át, hogy hogyan is muzsikál optikailag, és milyen az autofókusz teljesítménye, majd beszéljünk arról, hogy mennyire használható ez a gyújtótávolság, és kiknek ajánlom ezt az objektívet. Engem őszintén nagyon meglepett a kép minősége, hiszen ilyen nagy zoom tartomány esetén nem könnyű létrehozni egy olyan objektívet, ami jó optikai adottságokkal rendelkezik. A Sigmának viszont sikerült megugornia ezt, és már a tesztfelvételekből láthatjátok, hogy baromi éles és nagyon szép a rajzolata, nem véletlenül kapta az Art elnevezést és kategóriát. Ez az élesség teszteken is jól látszik, az objektív nyitott f2.8-as rekesz mellett is hozza a minőséget, még a kép szélein is, és lerekeszelve is alig látunk különbséget, ami azt jelenti, hogy ezt az objektívet bátran használhatjuk 2.8-as blendén a teljes zoom tartományon. Amin viszont a legjobban meglepődtem, az egyértelműen a kromatikus aberráció, ami nagyon-nagyon minimális, és tényleg elképesztő, hiszen ebben mindig sokkal gyengébbek a zoom objektívek. De látjátok, hogy mind 28 mm-en, mind 105 mm-en nagyon jól kontrollált, és nyitott rekesz mellett is szinte észrevehetetlen. A vinyettálás 28 mm-en elég jelentős, és teljesen véglegesen csak f8-tól szűnik meg, viszont 105 mm-en már jóval jobb, és f5-től már teljesen kitisztulnak a sarkok is, bár ezt mindig elmondom, hogy utómunkában azért kényelmesen lehet ezt korrigálni. Csak úgy, mint a torzításokat, bár ez utóbbi már nem annyira barátságos, 28 mm-en elég komolyan látjuk a hordó torzítást, és 105 mm-re csavarva az objektívet pedig kibukik az ellenkezője, párna torzítás formájában. Ami viszont szintén óriási pozitív csalódás volt, az a fókusz légzés, ami a 28 mm-es végén is és a 105 mm-es végén is baromi jól szuperált, és nagyobb fókuszváltásoknál sincs képmező különbség, ami miatt egy kifejezetten jó választás lehet videósoknak ez az objektív, de erről picit később bővebben. Autofókuszról újabban a Sigma teszteknél nem kell sokat magyarázni, hiszen elképesztő gyorsak és pontosak, ez így sincs másképp, videómódban folyamatosan lépést tart a gyors mozgásokkal is, és nagyon pontosan vált előtérről a háttérre vagy fordítva, míg fotóban teljesen azonnal történik az élességállítás egyik pontról a másikra, bármiféle hezitálás vagy fókuszlégzés nélkül. Két fontos tulajdonság van még, mielőtt belevágnánk a konklúzióba, az egyik, hogy vajon parfokális-e az objektív vagy sem,
Ez ugye videókészítők számára egy nagyon fontos tulajdonság, hogy manuál fókusszal megtartja-e az élességet az objektív zoomolásnál. 28 mm-ről zoomolva 105 mm-re látjuk, hogy egy icipicit odébb mászott az élesség, tehát nem teljesen tökéletes, de majdnem, viszont 105 mm-ről kizoomolva 28 mm-re már szuperül megtartja az élességet, szóval ezt érdemes észben tartani majd. A másik fontos tényező a közelpont, ami remek ebben az objektívben, már 28 mm-en is látjuk, hogy mennyire közel tudjuk hozni a tárgyunkat, viszont 105 mm-en már szinte tényleg makró jellegű fotókat tudunk készíteni, úgyhogy ebben is kiemelkedő az objektív. Na de akkor a legfontosabb, mennyire használható ez a gyújtótávolság, és kinek lehet jó ez az objektív? Sokat beszéltem már korábbi videókban is, hogy a 24 és a 28 mm-es gyújtótávolság között túl nagy a különbség a valóságban, ha például egy 24-70-hez hasonlítjuk, viszont ennél az objektívnél olyan sokat kapunk a másik oldalán a 105 mm-rel, hogy őszintén az volt a tapasztalatom, hogy nem annyira zavaró a 28 mm, és tényleg az esetek 90%-ában belefér minden ebbe a gyújtótávolságban is. Elég kevés az a helyzet, amikor pont azon a 4 mm-en múlna, hogy minden rajta legyen a képen, mert általában ha 28 mm nem elég, akkor 24 sem, és amúgy is kellene egy 20 vagy 16 mm-es nagy látószögű objektív. Szóval remekül használható, és a 105 mm pedig jóval közelebbi képkivágást eredményez, mint mondjuk egy 24-70-es. Ez az objektív szerintem a legjobban a dokumentumfilmeseknek, rendezvény és esemény videósoknak, vagy run and gun videósoknak a legszuperebb, hiszen gyönyörű a képminősége, nagy a fényereje, és a zoom tartománya tényleg 90%-ban beleesik azokba a gyújtótávolságokba, amiket ezek az emberek amúgy is használnának. Rendkívül sok oldalú, és kényelmesen tudunk vele kreatívan több képet mutatni. De természetesen az ilyen témában fotózóknak is egy remek választás lehet ez az objektív, egyszerűen csak a zoom objektívek szerintem fontosabbak videósoknak, nem beszélve a nulla fókusz légzésről. Leginkább azoknak érheti meg, akiknek még nem alakult ki egy jól felépített objektív parkjuk, mert el tudom képzelni, hogy ez az egy objektív elegendő a legtöbb hétköznapi fotós vagy videós munkára. Az objektív nem olcsó, 650 ezer forint, bár az ebben rejlő lehetőségekért szerintem egyáltalán nem vészes. Minden esetre, akinek például nincs még 24-72-8-as objektíve, lehet, hogy azt mondanám, hogy ne is legyen, és vegye inkább ezt, maximum vesz alá egy nagyobb látószögű objektívet, és meg is van szinte. Szóval, ahogy látjátok, nagyon bejött ez az objektív, és tényleg jó szívvel tudom ajánlani akár fotózásra, akár videózásra, mert egy nagyon praktikus és sokoldalú objektív, gyönyörű képminőséggel, hipergyors autofókusszal és nagyon jó külső kialakítással. Ebben a videóban viszont ennyit szerettem volna elmondani, ha tetszett vagy hasznosnak találtad, akkor kérlek jelezd nekem ezt egy like formájában, iratkozz fel a YouTube csatornámra hasonló tartalmakért, és írd meg kommentbe, hogy neked hogyan tetszik ez az új Sigma objektív. Találkozunk a következő videóban, vigyázzatok magatokra, sziasztok!